Már másfél millióan menekültek el a háború elől Ukrajnából, mivel az orosz-ukrán háború a kárpátaljai honfitársainkat is érinti, a szabadkai Caritas úgy gondolta, be kell kapcsolódnia a segítségnyújtásba, mondta Paskó Csaba, a szabadkai Caritas elnöke amikor milliók kényszerülnek elhagyni a saját lakóhelyüket, menekülő befogadó táborokba érkeznek, és itt azért ne felejtsük el, hogy a honfitársainkról, kárpátmedencei magyarokról is szó van, akkor úgy érezzük, és úgy gondoljuk, hogy segítenünk kell. Ebben a Vajdasági Magyar Szövetséggel partnerként lépünk fel, tehát nyilván a Szabadka Egyházmegyének lesznek pénzbeli gyűjtései, de élelmiszer, száraz élelmiszer. Ez az, amire a leginkább szükség van. Célszerű tehát konzerveket, tartós élelmiszert, édességet, tisztálkodási szereket, vitaminokat és pelenkákat adományozni. Fontos, hogy most ne adományozzanak vizet, gyümölcsöt, ruhákat és takarókat, mert ezek megnehezítik a szállítást, illetve a gyümölcs megromolhat, mire a rendeltetési helyére ér, mondta Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke egy nemzeti összefogásnak vagyunk, vagy válunk a részeseivé, a nemzeti összefogásnak a célja pedig, hogy elsősorban a kárpátaljai magyarokon segítsünk, de mindazokon, akik rászorultak a ukrajnai háború következményeképpen, illetve annak orvoslásaként. Egy olyan akciót indítottunk, amelyik csatlakozik a híd a Kárpátaljához, nagy magyar akcióhoz. Több mint 60 helyszínen folyik majd Vajdaság szerte az adománygyűjtés, a cégek, vállalkozók és magánszemélyek pedig pénzügyi adományt is befizethetnek a Caritas erre a célra létrehozott számlájára. A gyűjtési akció március 7-e és 13-a között tart. Az összegyűjtött adományokat a Katolikus Caritas használja fel a menekültek ellátására Magyarország és Ukrajna területén. Az adományát vevő helyek listáját, illetve a számlaszámokat megtalálhatják a Pannonertv honlapján a www.panonrtv.com oldalon.